Köszöntöm nézőinket, Alexandra Mannéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Diáknap az Apáczaiban. Interaktív programokkal és előadásokkal várták a tanulókat. Kábítószer ellenes nap. Előadásokat és programokat szerveztek a művelődési házban. Labdarúgás. Évzárót tartott a Dombóvári Focisuli Egyesület. Regionális szívklub találkozó a 30 éves Dombóvári Szívklub Egyesület szervezésében. Múzeumok éjszakája. 13 helyszínen várja látogatóit a Dombóvári Művelődési Ház. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is sok színes programmal készült a június 5-i diáknapjára a Dombóvári Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Technikum. Lőcze Tibor igazgató elmondta, a már hagyománynak tekinthető rendezvényen a tanulók sokféle tevékenység közül választhattak. A programok nagyon színesek, igazából ennek a diáknapnak már nagyon nagy hagyománya van. Valójában tavasszal szoktuk a tavaszi szünet előtt megrendezni, de most az időjárás sajnos ezt nem tette lehetővé, úgyhogy most az év vége felé csúszott egy kicsit. Nagyon kényelmesen vagyunk most így mi tanárok, mert a diákjaink nagyon kreatívak, és gyakorlatilag mi csak ilyen koordinációs és támogató szerepet töltünk be. Rengeteg színes program van, az új zenekarunk most fog debütálni, a diákzenekarunk, ezen kívül palacsintasütés, autós találkozó, különböző sportprogramok, szabadulószoba, ezek mind olyanok, amik a diákot szerettek volna, és ők állították össze. Az önkormányzat lehetőséget biztosított az iskolának arra, hogy az intézmény melletti parkolót igénybe tudják venni, ahol egy autós találkozót szerveztek. Többféle gépjármű felsorakozott, volt, amelyet kézzel készítettek. Ezen felül volt kötélhúzás, focikupa, kutyás bemutató, valamint egy diákokból álló zenekar is debütált. Körülbelül egy olyan 3-4 hete alakultunk meg. Az volt a terv, hogy erre a diáknapra, de aztán utána tovább gondoltuk, szóval együtt is maradunk igazából utána. Az együttes sokféle zenei műfajt képvisel. Igazából, hát legfőképpen rock, de igazából mindenféle stílusból válogattunk. Van rock and roll, rock, metal, hát kicsit mulatósabb is van benne, hogy... Pinter Lili Élet az autizmussal címmel tartott előadást, betekintést engedve ezzel az életébe. Előadó vagyok, aki már harmadszorra jön előadást tartani ide az Apáczaiba, így az autizmusról, amit az Out Talent 2023 nevű pályázat projekt keretein belül tudtunk megvalósítani, és az előadás célja az, hogy ezeket a sztereotípiákat, amik az autizmussal kapcsolatban felmerülnek, azokat így eltöröljük, és ezeket a saját történetemen, eredményeimen, álmai megvalósításával szemléltetem a fiataloknak, és motiválom őket arra, hogy éljenek az álmaikért, és ne adják fel. Már rutinosan szerepet vállalok benne, ugyanis ez már a 10. alkalom ebben az évben. Már több iskolában is jártam az SC-nek az iskoláiban, és így a történetemet mesélem el nekik a kiskoromtól kezdve, hogy most hova jutottam el, a verseimmel próbálok nekik betekintést adni a másságba, a különlegességbe, és hirdettem nekik, hogy az autizmus ugyanúgy, mint az ADHD, az SNI, és minden egyéb neurodiverzitással élő gyermeknek az állapota az nem betegség, hanem egy adottság, mert az adottsággal születni kell, és ezt nem mi válogatjuk, és a mi feladatunk az, hogy megtanuljunk vele élni, és a mi döntésünk az, hogy így a sztereotípiákkal teli világban így megtanuljuk azt, hogy eltapossuk ezeket, és a mi döntés persze a miénk, hogy hagyjuk, hogy a sztereotípia minket taposson el, vagy mi tapossuk el a sztereotípiákat. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, ráadásul, ha mondhatnám így, rajongói leveleket is kaptam, ráadásul innét az Apáczaiból, és azt szeretem nagyon ebbe az előadásba, hogy felnőttek és gyerekek is jöttek, ölelgettek, gratuláltak, tehát rengeteg kedves embert ismertem meg, és az előadásnak pont ez volt a célja, amit persze édesanyámnak köszönhetek, mert ő hirdette,
és mondta, hogy ebbe menjünk bele, és az volt a legnagyobb célja ennek az előadás sorozatnak, hogy szerezzek új barátokat, így könnyebben ismerkedjek a velem egykorúakkal, vagy esetleg fiatalabbakkal, idősebbekkel, és a célját el is érte ez az előadás. Tehát rengeteg mindenkinek sikerült megváltoztatni a nézőpontját, sikerült sok olyan emberrel találkoznom, akiknek ugyanaz az érdeklődési körük, mint nekem, és motiváltam őket, mert én is olyan kis furcsa gyermekként kezdtem, akit kirekesztettek, és hát így az óvodás korszakomról se tudok túl boldogan beszélni, de a legjobb az, hogy múlt időben, és hogy másoknak is tudom azt hirdetni, hogy ez teljesen normális, és hogy nem vagyunk egyedül, és jó érzés, hogy így megtalálom azokat, és ők is megtalálnak engem, akiknek szüksége van rám, meg nekem is rájuk. Úgyhogy nagyon sokat segített ez nekem. Úgyhogy innét is megköszönném anyukámnak, hogy, és mamámnak is, hogy segítettek ebbe belemenni, és hogy a mai napig támogatnak ezzel kapcsolatban. A kutyás bemutató alkalmával a helyi oktató tartott gyakorlati szemlét a diákoknak, ahol többek közt megnézhették, milyen képzésben vesznek részt a rendőri, illetve katonai szolgálatot végző ebek. Emellett többen részt vettek a főzőversenyen, voltak, akik csilisbabot készítettek, egy másik csapat bográcsában pedig pörkölt rotyogott. Hát egy most egy vegyes disznópörkölt, egy kis lapocka meg egy kis comb lesz benne. Hogyan készül? Hát sima hagyma alapon, tehát nem lecsolapozunk. Hagyományos pörkölt lesz. Én személy szerint kötélhúzásra megyek még, de mivel itt én figyelek, ezért nagyon nem, de az osztály többi része lent van focin, szabadulószobán vagyunk, tanárismeretségi papírt is töltjük, úgyhogy nagyjából amin lehet oda elmentünk. Nincs tanulás, hamar végzünk, én Pécs vagyok, minden nap bejárok, úgyhogy nekem ez fontos, hogy hamarabb végezünk, mert én mulattal járok, de legalább együtt van a csapat, lehet ilyeneket csinálni, mindenki együtt van. Úgyhogy kicsit összekovácsolódik a csapat, ha évközben nem is annyira. A remek hangulathoz nagyban hozzájárult az intézmény közösségépítő szerepvállalása is. Harmadik alkalommal rendezte meg a kábötőszer ügyi egyeztető fórum munkacsoportja a már rendhagyónak mondható programját, amelyen előadásokat hallhattak meg a résztvevők a különböző függőségekről és szerekről. A rendezvény rendhagyónak számít, hiszen minden évben új témába helyezik a hangsúlyt, ami az aktuális normakörnyezet, illetve a társadalmi jelenségek kérdéskörébe tartozik. A Leo Amici 2002 addiktológiai alapítvány rehabilitációs intézete alkohol, drog és gyógyszerfüggőségekben, valamint viselkedési problémákkal szenvedő felnőtt férfiaknak nyújt felépülési lehetőséget bentlakásos, hosszú terápiás módszerrel. Az intézet Komlón található, viszont az ország egész területéről fogadják a jelentkezőket. Két terápiában lévő fiatalember és két segítő jött el, tehát négyen jöttünk, de minden négyen felépülő függők vagyunk, minden négyen talprált szenvedélybetegek, és akkor meséltünk az életünkre, meg az intézetről, a terápiás programról. Az utóbbi egy-két évben viselkedési függőségek elég jól feljöttek, vagy jól, hát eléggé feljöttek sajnos a mélyből, úgyhogy most már játékfüggő vagy internetfüggő embereket is felveszünk kezelésbe. Hosszú terápiás módszerre dolgozunk, egy éves bentlakásos terápia a mi kezelésünk, és akkor hát a cél az a teljes önálló józanélet. Tehát az, hogy valaki abstinensen, szerek nélkül tudjon tovább működni az életében, ami már egyébként nem menne ki, nyilván azért fordult hozzánk. Mindenkinél más tulajdonképpen vannak nyilván hasonló dolgok benne, de általában akik hozzánk jönnek, kétségbe esettek és fizikailag, lelkileg rossz állapotban vannak, úgyhogy az első hónapok azok azzal telnek, hogy megismerjük az állapotát, megismerjük, meg ő maga is megismeri a betegségét, megismeri a múltat, a betegséget, a függőséget értem. Betegségként tekintünk erre a krónikus emberi bajra, és akkor utána pedig a kezelésnek mondjuk a második fele, a terápiás időszaknak a második fele már inkább arról szól, hogy megtaláljuk az erőforrásokat közösen, azt, hogy hogyan lesz ebből majd önálló józan élet, hogyan lehet azt megvalósítani, hogy az eddigi kihívásokra, meg kérdésekre, amire egy függő azonnal iszik vagy drogozik, ezen más válaszokat tudjon adni.
más legyen majd a kimenetel ezeknek a helyzeteknek, mint eddig. Mi régi intézet vagyunk, terápiás intézeteket nézve 33 éve működünk, tehát egyáltalán csak a rendszerváltás óta lehetnek ilyen intézetek, azóta mi vagyunk, úgyhogy ismertek vagyunk, viszonylag könnyen meg lehet minket találni, hogyha a Google-be beütik, hogy rehabilitáció, akkor ott vagyunk. A honlapunkon elég részletesen ott van a tevékenységükörünk. A feltétel, hát talán a legfontosabb az, hogy ez a kezelés az együttműködésen alapul. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretné csinálni, akkor hívjon minket. Azt kevésbé szívesen mondom, hogy mi az, ami nem működik, de hát végül is valahogy így is meg lehet közelíteni. Tehát, hogyha a család akarja, vagy hogyha a főnök, vagy a tehát valaki más, vagy mondjuk a rendőrség elől kénytelen valaki már menekülni. Az se egy rossz kezdés, de mindenképpen szükség van valamennyi személyes motivációra, amiből aztán később lehet több is, anélkül nem működik. Tehát a legfontosabb az, hogy valaki akarjon változtatni. Évzárót tartott a Dombóvári Focisuli Egyesület. A rendezvényen az idei szezon eredményeit, fejleményeit ismertették, valamint elismeréseket adtak át. Tárnok Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, a szezonzáró ünnepségen az összes csapat tagjai és edzői is megjelentek. A Dombóvári Focisuli Egyesület egy jó néhány évvel ezelőtt már megteremtette azt a hagyományt, hogy évről évre a szezont idézőjelben elbúcsúztatja. Tehát egy évzárót tartunk, ez a mai nap délutánjára esett. Az idő is olyan volt, hogy vagy borult, vagy nem, vagy jó lesz, vagy nem, nem húztuk már tovább. Ugye a másik két olyan érdekesség, ugye, hogy az idei évben a tanév egy héttel még hosszabb, tehát még az iskola zajlik. Amúgy meg a másik apropó, ami a focis berkekben szinte mindenkinek köztudott, hogy holnap kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság, tehát azt szerettük volna, hogy oda beleessen, tehát ezért tűztük ki ezt a mai napra. Tulajdonképpen az összes csapatunk megjelent, az összes edzőnk megjelent, ilyenkor egy picit mindig értékeljük az évet, meggratuláljuk a díjazottjainkat. Szerencsés módon ebben az évben is két bajnoki címet ünnepeltünk, az U9-es és az U17-es csapatunk Tolna vármegye futsal bajnoka lett, de még ha mondhatom, ennél is nagyobb siker volt, hogy a két magyar labdarúgó bajnokságban szereplő csapatunk közül az idősebbik, az U17-es csapatunk, az a délnyugati régióban bronzérmet szerzett, ami egy nagyon komoly eredmény, ami abban is megmutatkozik, hogy innen már vannak játékosaink, akik ugye a nevelési fázisnak a vége felé járva már a felnőtt csapat ajtajánál kopogtatnak. Tulajdonképpen ez a nap csak az ünneplésről, az együtt eltöltött kellemes időről szól. Az ünneplésen, illetve a díjazáson túl a gyerekeink, illetve a szülők egy kis ételben részesülnek, valaki babgulyást, valaki pizzát fog elfogyasztani. Ez mellett ugye szülő gyerekfoci, egyéb olyan edzők által kitalált kreatív dolgok is még jambori jelleggel megtörténnek, amik egy ilyen évzáró meg kell, hogy történjenek. Kicsit az edzők, ahogy látom, még külön is vonulnak a saját csapataikkal, elbúcsúztatják a 23-24-es szezont, átbeszélik azt, ugye, hogy jön a nyár, és hogy jövőre már ugye kialakultak a focisulinál, hogy milyen osztályba szeretnék indulni, és hogy ki az, akik ugye mondjuk tanulás vagy egyéb más miatt ugye vagy eligazolnak, vagy abba hagyják. Mai világban úgy tudunk elmenni a nyárra, hogy már a komplett 24-25-ös szezonnak a költségvetése a számlánkon van. Utolsó felajánlónknak a NAV általi kiutalása ma megtörtént, tehát itt ezután szeretném megköszönni mindegyik olyan cégnek, aki minket támogatott abban, hogy a 24-25-ös sportfejlesztési programunkat és az összes csapatunkkal a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani. Ehhez én, mint elnök, abban a szempontból nyugodtan állok hozzá, hogy a költségvetésünk már megvan rá. Azt a munkát, amit idén is elvégeztünk, azt szeretnénk folytatni, sőt, ha lehet, akkor még előrelépni. Szerinte a szezon zárása sikeresnek mondható, a hiányosságokat viszont javítani fogják. Az idén 30 éves Dombóvári Szívklub Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg a regionális találkozót, ahova a társklubok kaptak meghívást. Az idei év szakmai előadója Szabados professzor úr volt. Szívbetegségek utáni rehabilitációról hallhattak szakmai előadást az egybegyűltek, majd más speciális mozgáskultúrával foglalkozó programokon vehettek részt a társaságok. A Dombóvári Szívklub Egyesület most harmadik alkalommal tartja meg ezt a regionális találkozót,
amikor a társklubokat is meg szoktuk hívni a régióból, illetve Dombóváról, és együtt tartunk egy ilyen közös összejövetet, ami általában egy szakmai előadásból áll. A mai nap a Szabados professzor úr tartja az előadást a szívbetegségek utáni rehabilitációról. Utána lesz egy kis játékos ilyen torna, és utána átmegyünk a Szigeterdőbe, és ott még szintén egy ilyen sporttalálkozó, ilyen sorverseny lesz az egyesületek tagjai között, és akkor a verseny után kimegyünk Kaposszekcsőre a közösségi házba, ott lesz majd az ebéd, és ott is még egy ilyen kis zenés tornával fogjuk befejezni a napot, meg egy beszélgetéssel, ami egy kicsit elmélyíti az egyesületek közötti kapcsolatot. Több okból kifolyólag is fontosak az ilyen jellegű összejövetelek. Egyrészt azért, hogy megmozduljanak az emberek, hogy kicsit hozzászokjanak ahhoz, hogy lehet többször is sportolni, meg élvezni egy kicsit ezeket a sportversenyeket. A másik pedig azért, hogy jó, ha tudjuk, hogy máshol is vannak hasonló jellegű szívklubok, akiknek hasonló az elképzelésük, és jó, hogyha találkozunk ezekkel időközönként. Ugye tavaly volt ez az országos szintű rendezvényünk itt Dombováron, hát ez ugye jóval kisebb, de ugyanolyan fontosnak tartjuk, hogy ezt 2 évente megrendezzük. 30 évvel ezelőtt indult a szívklub, akkor jött létre, és abból a meggondolásból, hogy úgy gondoltam, hogy a rendelőben nem lehet sok mindent elmondani a betegségekről, felvilágosítani a betegeket, tehát jó lenne egy olyan hely, ahol kötetlenül lehet beszélgetni a betegekkel, és akkor így jött létre a Szívklub, és akkor 2009-ben pedig megalakult a Szívklub Egyesület, és azóta ugye egyesületként működünk. Kezdetben olyan 8-10 ember volt, most olyan 56 fő a létszámunk, de ez változó. Úgyhogy hát igyekszünk ilyen változatos programokat összeállítani, tehát kirándulásokat is szervezünk, tehát az idén például az Őrségbe megyünk egy 3 napra, de gyakorlatilag a régi Magyarország területét már úgy végigjártuk, a Felvidéktől kezdve a Délvidékig, Kárpátaljáig, tehát mindig próbálunk valami újat nyújtani a tagság számára, és hát úgy látszik, hogy ez vonzó, mert mindig egyre többen leszünk, és hát ez jó érzés, hogy érdeklődnek az emberek ez iránt, kapnak tájékoztatást, és hát fontos az, hogy a közösség úgy összetartja ezeket az embereket. A város életében is fontos szerepet tölt be a Szívklub és a regionális találkozó is. A Szívklub egyesületünknek a nevében is benne van, lüktetnek, folyamatosan pulzálnak, tovább betöltötték 30 évet, de mit sem vesztettek fiatalságukból. Ma is egy regionális találkozót hívtak itt létre, ahol szakmai rendezvények lesznek, kis meglepetéssel is készültek le a Pince Színházban, hát egy ülőtáncot fognak elkövetni, amire jó magam is nagyon kíváncsi vagyok, de mindezt megfejelik azzal is, hogy nem csak ülve tudnak mozogni, hanem állva is, hiszen ezt követően a Szigeterdőben egy sport eseménnyel fogják zárni a mai napot. Nagyon jó, hogy mindig aktív részesei a városnak. Nagyon örülök, hogy rendezvényeken részt vettek, hiszen teszem ezt már több mint 20 éve, és azt gondolom, hogy nincs monotonitás, nincs egyhangúság, ők évről évre megújulnak, mindazok ellenére, hogy ugyan már túl vannak a 18 éven, mindannyian vannak, de azt gondolom, hogy egy nagyon fiatalos, aktív társaság, és nagyon örülök neki, hogy ma is velük töltetem a napomat. 13 helyszínen várja jobbnál jobb programokkal látogatóit a Dombovári Művelődési Ház. A gazdag és izgalmas kínálatban minden korosztály megtalálja a kedvére való kikapcsolódás június 22-én a múzeumok éjszakáján. Müller Ádám, az intézmény igazgatója, invitálója következik. Annyiban izgalmasabb az idei múzeumok éjszakája, hogy még több helyszín van, talán nem is volt ennyi helyszín, 13 helyszín lesz, ami kicsit szerencsétlen szám, de hogy ne legyen az, mi úgy gondoltuk, hogy a könyvtár, illetve a művelődési ház egy helyre azért számon van, tehát így mi csak 12-nek vesszük. És hát, mint ahogy mindig, mindenki érdekes és izgalmas programokkal készül. Nálunk itt egy kiállítás megnyitóval kezdünk, 17 órakor az élőrökségeink kiállítással.
Aztán lesz egy nagyszabású koncert itt a ház előtt. Az Urbán Accordion Orchestra érkezik, 80-85 fiatalból álló Lipcséből érkező harmonika együttes. Tehát erre nagyon készülünk, és reméljük, hogy itt a tér majd meg is telik ebből az alkalomból. De hát lesz még koncert a múzeumban is, illetve élőzenés táncház lesz a Kertház zenekarral, az majd kicsit később az 21 órakor, illetve a hagyományos tűzugrás a kapos tánc együttessel. És hát akinek lesz ott kedve, természetesen csatlakozhat még a tánchoz. De hát kiállítás azért több helyszínen is lesz, a könyvtárban is lesz egy egyedülálló fotókiállítás. Itt nálunk a Néprajzi Múzeumnak egy pár nappal ezt megelőzően, nyílik 19-én az Istennel találok a roma kultúrát bemutató fotókiállítás, tehát ez is viszonylag új lesz az érdeklődőknek. A Madárvárta is csatlakozik az idén hozzánk, a Prezidium is nyitva lesz, meg hirdetett programokkal, tehát érdemes nézni a plakátot, oda is érdemes venni, és a lakótorony tavaly nem volt nyitva, illetve hát a múzeumban volt Őri Nándor, most újra várja a Szigeterdőbe az érdeklődőket, és egy új helyszín, az Ivanics Központ, ami Kapos Szekcsőn a volt laktanya területén lesz, retroautókkal, kiállítással, Varga Géza kiállítással, Varga Gábor Ivanics szobrának a megtekintésével, tehát ők is készülnek, és hát hogy el lehessen jutni a helyszínekre. A városjáró kisvonat közlekedik, 17:30-tól indul, és reményeink szerint 3 kört tud majd menni, tehát aki a vonattal szeretne menni, az mehet, illetve ugyan felhívás nem volt, de hát mivel sok minden elérhető, javaslom, hogy aki tud kerékpárral, gyalog, érdemes a helyszíneket meg kell felkeresni, és érdemes nézni a programokat, hiszen úgy állítottuk össze, hogy az egyik helyszínről el lehessen jutni a másikra. A számos zenei program mellett táncra is lesz lehetőség, különböző kézműves és egyéb izgalmas foglalkozásokra, íjászat, képzőművészetterápia, továbbá a Pátria nyomdateremben Erki Nagy Tibor és Vég Zsolt is várja az érdeklődőket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták, viszont látásra!